Ami miatt most véletlenül meghívást kaptam, az az, hogy most az 5. éve dolgozunk egy kutatással, aminek hát ezt a szerény címet adta az egyik hallgatónk, hogy erre van előre, mert hogy azt gondoljuk, hogy az a nagyon, amit letettünk a vasztalra, és amit a politója látszik, az egy egészen más irány ahhoz képest, ami felé eddig haladtunk. És hogy miért van szükség erre az irányra, miért van szükség erre a paradigma váltásra, azt ábrázolja nagyon röviden ez a kép, amiből az látszik, kirajzolódik, hogy hát sok minden, de az egyik az az, hogy egy komoly ökológiai válság időszakán éljük, ezt sokan még nem ismerték fel, mert hogy közelható képességi túlléptünk olyan módon, hogy olyan erőforrásokat használunk, amelyek raktározottan állnak rendelkezésre, még egy darabig. Egy felel, illetve azért is, mert hogy a kibocsátás oldalon pedig a befogadó képességet léptük túl, és ilyen módon, hogy ez a globális éghajlat változással kell szembenézzünk. Tehát visszakanyarodunk az Attila utolsó észrevételének egyikére, vagyis, hogy Európában itt 100-120 évig lehetséges volna készletekkel ellátni ezeket az igényeket, ez lehet, hogy igaz. Azonban én azt gondolom, hogy ha megnézzük a környezet terhelési oldalát, akkor egész egyszerűen ez nem fér bele. Tehát hiába vannak készleteink, hogyha ezeket mind elégetjük, és ezt a rengeteg széndioxidot beletoljuk a légkörbe, akkor itt egy olyan borzalmas összeomlás képe kezd az én szemem előtt megjelenni, amiben nagyon szeretnék kimaradni valamilyen módon, bár tudom, hogy ez vélhetően nem nagyon fog menni. Úgyhogy próbálok tulajdonképpen ez ellen dolgozni, és hát a klasszikáztat és kutatást éppen ezért is csinál. A másik, ami ennek az ábrának az üzenete, az az, hogy ahová nagyon oda kell mostanában figyelni, az egyre inkább az energia. Mert hogyha megnézzük ezt az ökológiai lábnyomot, itt a 2000-es évek első szakaszában, akkor itt az energia lábnyom vált a legnagyobbá, és ha valahol bele kell nyúlni, akkor ott most már én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen és radikális lépésekre van szükség ahhoz, hogy a puszta túlélés reménye még itt a szemünk előtt lebeghesse. Mindjárt el is akadtam a pillanatra, hogy ilyen borzalmas képeket letétek itt elő, és, mert ugye ez egy érdekes pedagógiai kérdés, hogy ha most ilyenekkel jön el az ember, akkor mennyire lesz ez a téma szimpatikus vagy sem, de azt hiszem, hogy most már lassan nem túl kell lépni, és most nem a hallgatóknak adok el, azokat egy kicsit még óv az ember, valahogy itt most kicsit bátrabban mered elmondani a véleményet erről. Néhány gondolatban szeretném összefoglalni azt, hogy mi is dolgoztunk, hogy is dolgoztunk. Volt egy kérdésünk, amit feltettünk magunknak, ami egy nagyon lényeges kérdő szóval kezdődik. Azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy fenntartható energiarendszer hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sarkolatos kérdés, hogy hogyan fogalmazzuk meg a kutatásunk kérdését, mert hogy különben meg létenyomon itt ebben az országban tapasztalom, amikor ilyen-olyan rendezvényeket, konferenciákban részt veszik, és elmondom ezeket a bizonyos szempontból kicsit radikálisnak tűnő elképzeléseket, hogy itt nálunk sokkal inkább ez a kérdés olyan módon fogalmazódik, és nagyon sokan olyan módon közelítik meg, hogy miért nem lehetséges Magyarországon ebben az irányban elmondani. Az folyton akadályokat keresik, hogy ez miért nem fog működni, miért fog összeomlani, miért nem fog tudni a napelem
miért nem fog tudni a szélturbina Magyarországon működni, stb. Stb. Tehát nem ez a kérdés. Mi azt gondoljuk, hogy kérdés az, hogy hogyan lehet ezt egy működő rendszerre alakítani. Tehát ez ugye mindjárt egy kicsit mondhatjuk, hogy a mi kis projektunknak az egyik hátulütője, hogy mi ebben a kutatásban ideális körülményeket feltételeztünk. Amitől tudjuk, hogy nagyon messze vagyunk, tehát egy ideális döntéshozatali mechanizmust felkészült, és a természettudományokban járatos politikusokat, akik képesek átlátni a döntéseiknek a természettudományos következtetéseit, a következményeit is. Hát tudjuk, hogy ettől messze vagyunk, és ilyen módon mondhatjuk azt is, hogy amit én itt most el fogok mondani, az biztos, hogy nem fog megvalósulni. De megvalósulhatna. Megvalósulhatna. Ez egy lényeg. Tehát azt gondoljuk, hogy a számításaink, mert a később évben vázolt számításaink azt igazolják, hogyha mindenki ebben az irányba tenne lépéseket, és most elsősorban a döntéshozókra gondolok, akkor ez igenis egy lehetséges út lenne. Ehhez szükséges volna egy teljesen más megközelítés, amiről majd kicsit a későbbekben még bővebben szeretnék szólni. És szükséges még a kutatásunkhoz egy csomó olyan újszerű módszer, amit hát korábban nem nagyon használtunk, tehát a számítógépeknek, és különösen a viszont területünknek a geográfiának az új módszertan, amit térinformatikának nevezünk, ami egy teljesen új lehetőség, és egy csomó szempontból sikerült pontosítani, vagy egyáltalán az eddigi mérnöki becsléseket, amik hát a valóságtól most már tudjuk, hogy nagyon messze voltak, azokat sikerült nekünk azt gondolom, hogy kicsit közelíteni a realitásokhoz. És hát ilyen módon vizsgáltunk különböző technológiákat, ugye nyilván a megújuló erőforrásokra vonatkozó technológiákat, és ezen vizsgálatok során állapítottunk meg potenciálokat, erről is majd egy kicsit később mesélek. Csináltunk életciklus elemzést is egy-egy esetben, mert ugye felmerül a kérdés nagyon sokszor, hogy szép ez a szélturbina, de vajon az a rengeteg környezetszennyezés, ami egy ilyen berendezésnek az előállítása során megjelenik, az nem jelente nagyobb problémát, mint az, amit ki akarunk ezzel váltani. Szóval ezeket először tisztázzuk kell, hogy nem csinálunk-e nagyobb kárt annak esetben, mint ami kárt most okoz az energiarendszer. Különben az a számításainak az eredménye, hogy nem. Ez különben nem, már a nemzetközi szakirodalomban is teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy a megújuló energiaforrások lényegesen kisebb környezetkárt okoznak, de Magyarország körülmények között illőnek tartottuk vizsgálni és bebizonyítani, nehogy ebbe bele lehessen kötni. Hogy hát persze Dániában, ott igen, de hát nálunk ugye máshol vannak a dolgok, meg az elektronok is egészen máshol mozognak. Itt ezen a 93.000 négyzetkilométeren. És hát aztán a számítógépes vizsgálatainak egy másik része pedig már az energiarendszer egészére irányult, és egy nemzetközi szervezetnek a segítségét hittük ebben a munkában. Van egy Infos, Europe's Infos, az a International Network for Sustainable Energy, tehát hogy a fenntartható energiagazdálkodásnak a nemzetközi hálózata. Nekik van egy szoftverünk, aminek a segítségével 5 éves bontásokban lehet egy energiarendszer átalakítást modellezni, és egy másik szoftver segítségével pedig egy jövőbeli helyzetet lehet vizsgálni, hogy bizonyos energiamix esetén az ténylegesen működni fog-e vagy sem. Mert ugye ezt tudjuk, hogy most éppen süt a nap, ez nagyszerű, mert akkor működnek a napeleme, oké, de mi van, ha nem süt a nap? Tehát ezeket mondjuk előre tekintve 2030-ra, 40-re, 50-re ezekkel a szoftveres megoldásokkal
adatokat meg lehet nézni, hogy milyen tárolókapacitásokra van szükség, milyen jellegű tárolókapacitásokra, vagy milyen jellegű más beavatkozásokra, amik a fogyasztásnak az időbeliségére irányulnak. Szóval, hogy ez egy meglehetősen nagy munka volt, azt kell mondanom, és a legfontosabb megállapítását szeretném most itt ezzel a mártával, meglehetősen bonyolultnak tűnik, de azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges kiindulási pont. És ebből mindjárt látszik is, hogy a paradigmaváltásra miért van, és milyen pontokon van szükség, hogyha most csak az energiagazdálkodásról beszélünk. Szóval, hogy ez a kék része ennek az ábrának itt középen, ez az, ami az energialásznak egy ilyen hagyományos megközelítése, és ugye az energia, az elsődleges energiahordozóktól, a szél, a kő, stb. Ettől indulunk ki, és megyünk tovább a másodlagos energiahordozók irányába. Ugye ezzel a problémával foglalkozik az ellátás oldali energiagazdálkodás, tehát hogyan lesz a szélből mondjuk áram, és egy következő lépés pedig foglalkozik azzal, hogy a másodlagos energiahordozókból hogyan lehet energiaszolgáltatásokat létrehozni, mondjuk fűtést, világítást, vagy bármi más. Ezzel pedig a fogyasztás oldali energiagazdálkodás foglalkozik. És tulajdonképpen ma, amikor így az energiatervezés gyakorlata ebben a Magyarországon tervezett térségben megvalósul, akkor a szakemberek, akik hosszú távú döntéseket hoznak, azok döntően ezzel a szektorral vannak nagyon szoros kapcsolatban, erről a szektorról rendelkeznek nagyon alapos és vitathatatlanul mérekható ismeretekkel. Még egy részük talán ezzel is. Tehát, hogy azzal, hogy az energiagazdálkodásnak bizonyos területei azon, hogy elég jól vannak reprezentálva, azzal, hogy nem lehet vitatkozni. Most jön a probléma. A probléma pedig abban rejlik, hogy véleményem szerint a helyzet azért nem ennyire egyszerű. Csak hogy megvilágítsam, itt az elsődleges energiahordozók azok nem csak úgy vannak, hanem hogy azokat más tudományterületek segítségével, csak most ugye a geológiára lehet gondolni, vagy ma már egyre inkább lehet gondolni mondjuk például az erdőgazdálkodásra, vagy a mezőgazdálkodásra. Hát olyan szakemberek ismeretanyagára is szükség volna, és a volna itt az most egy nagyon lényeges, akik mondjuk rálátnak arra, hogy a magyar mezőgazdaság, vagy a magyar erdőgazdálkodás az mondjuk egy hosszú távú előretekintésben 2040-ben vagy 2050-ben mit fog tudni teljesíteni. Mert ezt az a szakember, aki kiváló ismerője mondjuk az atomreaktornak, az nem fogja tudni megmondani. Ebben én egészen bizonyos vagyok. Aztán természetesen más aspektusai is vannak. Ugye, ha már itt ezen a körben vagyunk, akkor az építés tudományt mindenképpen ki kell emelni, de ugyanilyen a közlekedés tudományt is, mert hiszen ez a két terület, ami borzasztó nagymértékben kapcsolódik az energia fogyasztáshoz. Tehát az energia fogyasztásról nem tudunk semmit, vagy az energia fogyasztásnak a jövőjét nem látunk, nem tudunk előre tekinteni 2040-ig vagy 50-ig, mert hiszen mondjuk egy reaktor fizikusnak miért kellene mondjuk ehhez értenie, akkor nem fogunk tudni értelmes javaslatokkal előállni arról, hogy ennek a rendszernek, amit energiagazdálkodásnak nevezünk, hogyan kell működni. Aztán van még ezer lényeges dolog, de ugye egyre inkább látjuk azt is, hogy a hulladékgazdálkodás is ezer szálon kapcsolódik ezzel a kérdéskörhöz. Hát például olyan módon, amit ide is írtam, hogy újrahasználat, vagy újrafeldolgozás révén lehet csökkenteni az egész rendszer energiaigényét, mert tudjuk, hogy mondjuk egy hulladék vashulladéknak a feldolgozása, és abból mondjuk ilyen-olyan termékeknek az előállítása lényegesen kisebb energiafelhasználását jelent. Vagy tudjuk azt is, hogy a szerves hulladékok azok ma már itt visszakerülnek
ennek a folyamatnak az elejére, és mint energiahordozó jelennek meg, ugye elég, ha csak a biogáz technológiára gondolunk, aminek éppen ez a lényege, és éppen ez emiatt nagyon izgalmas. Tehát, hogyha a hulladékgazdálkodást is kifelejtjük a szempontok közül, és a vizsgálat nem tesszük a vizsgálat tárgyává, akkor megint csak bakot fogunk tűni, éppen úgy, minthogyha kifelejtjük mondjuk a környezetgazdaságban, vagy a jogi aspektusait ezeknek a dolgoknak, mert a zöld mezőbe igyekeztem olyanokat beírni, amiknek ugye nagy általánosságban a folyamat egészére van hatásuk, vagy esetleg rálátásuk. Tehát én azt gondolom, hogy a földrajzi tudományok is területi tervezésen keresztül igenis egy nagyon fontos szerepe kellene legyen, pláne, hogy mi geográfusok szerencsésen egy olyan nagyon komplex képzést kaptunk, amire különben a tudomány más területen is borzasztó nagy szükség lenne, ugye tekintve, hogy van egy ilyen társadalom földrajzat nevezett, vagy természet földrajzat nevezett része is a tudományoknak, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy ez a fajta komplexitás egyre fontosabb kellene, hogy legyen, és az, hogy itt ezek az anyag- és energiaáramlások az adott térben hogyan zajlanak, és hogy hogyan kapcsolódnak ezek a bizonyos tudományterületek, vagy a környezetgazdálkodásnak különböző elemei, ezt mondjuk egy geográfus, mondjuk egy adott földrajzi térben képes valamilyen módon átlátni. És van egy különösen érzékeny része ennek az egész problémának, amivel itt Magyarországon nagyon ki lehet a biztosítékot verni, legalábbis nekem már párszor sikerült, amikor energetikus kollégákkal vitatkoztam. Az, amit én itt nem véletlenül pirossal emeltem ki, az pedig az, hogy ha jól belegondolunk, akkor ennek az egész folyamatnak, amit energialáncnak nevezünk, tulajdonképpen a kifutása az részben az éles stílusunkkal van összefüggésben, meg arról azzal van összefüggésben, hogy a jóléttel kapcsolatosan mi mit is gondolunk, tehát mit ültettek a mi fejünkben, részben az oktatási intézményekben, de még nagyobb részben pedig ugye a média 24 órán keresztül nyomja, hogy nekünk mit is kell erről gondolnunk, és ilyen módon alakítjuk mi a saját éles stílusunkat, és vesszük igénybe azokat az energiaszolgáltatásokat, amik aztán tulajdonképpen másodlagos és elsődleges energiahordozók révén állíthatók elő. Tehát tulajdonképpen ennek az egésznek a mozgató rugója az egy borzasztóan vagyok társadalomtudományi kérdés, amit a szociológia, meg a pedagógia, meg a kommunikáció, és a stb. Lát meg, ismer fel, és képes értelmezni. Tehát ezek azok a társadalomtudományi összefüggések, amik nélkül én szerintem hosszú távú energiatervezéssel próbálkozni, az egy meddő próbálkozásban. Igenis, fel kellene ismernünk, hogy, és hogyha a magyarországi valóságra visszatérünk, mert a magyarországi valóság az az, hogy néhány energetikus, aki különben tényleg a maga szakterületén nagyszerűen felkészül, ezeknek az ismereteknek a hiányában fogalmazza meg Magyarország hosszú távú energiastratégiáját. Nyilvánvalóan olyan is lesz. Nézzük, hogy mit tudtunk mi ehhez hozzátenni. Először is azt tudtuk hozzátenni, hogy igyekeztünk ezekről a szakterületekről bevonni a mi munkánkba elkezdődött szakembereket, tehát itt tűnt közünkben Ernst Attila, aki részt vett mondjuk az épület energetikával kapcsolatos fejezetek kidolgozásában, vagy közgazdász kollégát van, meg pszichológus kollégát mondtunk be, van egy 30 oldalas fejezet, ezzel foglalkozik. Tehát próbáltuk ezt a maga teljességében megragadni ezt az egész energiatervezési munkát. És ami a mi szakmánk irányából azt gondolom, hogy jó pár újszerű adattal járunk hozzá az ismereteinkhez, az a megújuló energiák potenciálai, mert ezeket
igyekeztünk térinformatikai megoldásokkal pontosítani hozott esetben. És ugye ráadásul tettük ezt olyan módon, hogy ezt mi 2040-re vagy 2050-re próbáltuk előre jelezni, hogy mennyi lehet, mondjuk egy de társadalmi gazdasági potenciál, és azt értünk, hogy ebből a technikai potenciálnak nevezett tulajdonképpen elméleti értékből mi az, ami mondjuk a társadalom tűrőképességét és a gazdaság lehetőségeit figyelembe véve 2040 vagy 2050-re egyszerűen összeállhat. És ehhez részben nyilván alapvető gazdasági adatsorokat is figyelembe vettünk, részben pedig próbáltunk a nemzetközi összehasonlításnak az eszközével élni. Tehát ezek a számok, amiket itt látunk, ezek olyan számok, amik már megvalósult fejlődési utak alapján lettek a magyarországi viszonyokhoz igazi. Tehát ezek a számok nem végül kapottak, hanem valóságosak. És ami ennek az egész kutatásnak talán a legérdekesebb megállapítása, az pontosan ez. Vagyis, hogy hát a lehetőségei, amit itt mi 330 betazsúrban határoztunk meg, azok a jelenlegi fogyasztási szinthez képest egy sokkal alacsonyabb szinten vannak, körülbelül az egy harmada, ami hosszú távon fenntartható volt, és most a fenntarthatóságot tényleg komolyan értsük, hát igyekeztünk minden esetben a szélturbináknál is, ugye folyton vitatán, hogy hú, leütik a madarakat, meg itt tudom, meg a napelemek, szóval ezeket mi mind igyekeztünk maximálisan figyelemben, és jutottunk arra, hogy körülbelül az a jelenlegi fogyasztásnak az egy harmada, amiben nekünk gondolkozni lehet. Attila a legelején említette, hogy igyekezett olyan előadókat felkérni, akiknek ilyen esetlegesen gyakorlati rálátása is, ha nem csak elméleti, és ilyen módon kapcsolnám én bele most ezt a gondolatot, hogy a próba baba, vagy nem tudom, tehát ez az én feleségem, meg az én lányom, akik hát kénytelenek ennek a kísérletnek az alanyai lenni, hogy hogyan lehet a háztartásnak az energiafogyasztását a jelenleginek az egy az átlagos jelenlegi fogyasztás egy harmadára leszorítani, és azt kell mondanom, hogy ezt teljesen normális és európai eszközökkel el lehetett élni. Tehát a mi családi fogyasztásunk már most a magyarországi átlag egyharmada, és oly módon, hogy nem a barlangból húztam elő reggel, hanem egy rendes házban lakunk, ahol használunk számítógépeket, van mosógépünk, még mosogatógépünk is van, és ezeket még ráadásul használjuk is, és ennek ellenére meg lehet azt csinálni, hogy a jelenlegi magyar villamosáram fogyasztás egyfőre vetített értéke, ami kb. 1100 kWh évente, ennek az egy harmadát kb. Most 360-70 évente persze változó ingatlan az érték, attól függ, hogy jönnek hozzánk a kőművesek, bekapcsolják a betonkeverőt, és akkor ott keverik egy héten keresztül a beton, mert akkor egy kicsit följebb megy, ugye ilyen is van. De hogy ez egy lehetséges irány, és olyan irány, ami én azt gondolom, hogy teljesen illeszkedik a normális élet viszonyokkal és élethez. De elgondolkodható minden esetben, hogy milyen módszerekkel lehet ide eljönni. És itt két dolgot lehet említeni. Az egyik az a hatékonyságnak a javítása, az erre való odafigyelés. Tehát azok az eszközök, amik bennünket körülvesznek ott a háztartásban, azok mind nagyon hatékony eszközök. Egy következő dolog pedig a mértékletesség. Tehát, hogy például nekünk nincsen televízió otthon, pláne nem ez a nagyméretű, amit ugye manapság
lehet egyre több háztartásban látni, mert hogy ez már nem fér bele. Ugye, illetve nincs légkondicionálunk sem, mert az sem fér bele, de nincs is rá szükség, mert ugye itt meg az ismeretekre van szükség arra, hogy hogyan lehet olyan házat építeni, mert nem is kell légkondicionál berendezést használni nálunk. Feleségem szoktam mondani, hogy nyáron, amikor nagy meleg van, hogy kicsit nyissam már az ajtót, hogy jöjjön be a meleg odakintről, mert ő fázik bent a házban. És nem azért fázik, mert egy ilyen borgalmas északi tájolású hideg jégverem, hanem azért, mert egy déli tájolású ház, csak nagyon ügyesen árnyékolással meg lehet azt oldani ilyen esetben, és nem elegedjen túl. De most ilyen részletekben nem szeretném nagyon belemenni, bár nagyon érdekes. Mi az, amit azt gondolunk, hogy változtatni kell? Nagyon fontos azon változtatnunk, amikor az energiatervezésre visszamegyünk most, és kicsit úgy nagyon léptében kezdett gondolkodni, hogy nem szabad az eddigi trendekből kiindulni. Ez az, ami a mai magyar energiatervezésnek a fő problémája. Amikor elkezdi az előadását a magyar energiastratégiáról az illetékes kolléga, akkor azt úgy kezdi, hogy mi abból indultunk ki, hogy eddig így és így és így növekedett, és hát ezeket az igényeket kell nekünk kielégíteni. Tévedés. Tévedés. Először is, ez már számtalanszor bebizonyosodott, hogy a fogyasztásnak a trendje az egyáltalán nem vetíthető előre így 30-40 vagy 50 éves időtávlatban, mert a fogyasztás az számos tényezővel, például az emberi tényezővel is összefügg. És az emberi tényező révén ennek a fogyasztásnak a értékét gyönyörűen lehet igazítani. Itt most csak egy teljesen banális dolgot mondom, az árakkal. Hát világos, ha az energia árát elkezdünk fölemelni, és erre megint csak számos nemzetközi publikáció vizsgálta ezt a kérdést, ha elkezdünk az energia árát emelni, akkor a fogyasztás elkezd értelemszerűen csökkenni. Sajnos fordítva is így van. Ez a megint a magyar valóság, ha elkezdjük csökkenteni az energiának az árát, akkor az következik, hogy mindjárt megfeledkeznek néhányan arról, hogy egy olyan problémával állunk szemben, hogyha az energia fogyasztása nem tudjuk oda, hogy annak bizony súlyos környezeti következményei vannak, amivel számolunk. Tehát azt gondoljuk, hogy csökkenteni kell, mégpedig egyharmadára az energia fogyasztás. Egy másik nagyon lényeges dolog, ami megint egy szemléletbeli kérdés, és itt Magyarországon a hivatalos koncepcióval egyáltalán nem illeszkedik össze, amit mi képviselünk. A legnagyobb az, hogy itt nálunk valamiért ezeket a megújuló energiákat mindig problémaként értelmezik, és ezt úgy tálalják, hogy ezt a forzalmas problémát hogy fogjuk, vagy hogy nem fogjuk tudni megoldani. Ezt külföldön, legalábbis azokban a körökben, ahol mi nekünk van szerencsénk megfordulni, ez nem problémaként, hanem egy lehetőségként értelmezi, és egy értékként, amire oda kell figyelni, és amit amennyit lehet, meg kell próbálni becsatornázni a rendszerbe. És hogy hogyan lehet, hát erre számos lehetőség van, amire most biztosan nem fogjuk tudni kitérni. És hát egy nagyon lényeges kérdés, amire idáig próbáltam hangsúlyt tenni, hogy a szemléletmód az, amire itt tervezés során oda kell figyelni, és komoly reformra szorul, vagyis hogy ha csak az energiagazdálkodási ismereteket fogjuk felhasználni ebben a tervezési folyamatban, akkor az tévútra fog vezetni. Önmagában ez kevés lesz. Mint ahogy kevés az, hogy projekt szinten gondolkodunk. Tehát én például, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk mekkora a megtérülése egy nem tudom milyen szélturbina farmnak, azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Pláne, hogyha kiderítik, hogy az nem tudom 6 év, 7 év, 8 év. Először is nem gondolom, hogy ezt így komolyan lehet számolni, hogy mennyi egy ilyen megtérülés, mert hiszen nem tudjuk, hogy 2, vagy 3, vagy 5, vagy 8 év múlva mi az az ár, amihez képest kell ugye nekünk ezt megállapítani. Tehát nyilván ez valami, mert ez képest történik egy ilyen kalkuláció.
A másik, hogy, nagyon szomorú, hogy elfelejtjük azt, hogy megint csak hogy rendszerben kellene gondolkodni, és azt is figyelembe kell venni, hogy milyen egyéb hatásai vannak a megújuló energia hordozókra való átállásnak, mondjuk például az egészségügy terén, mert teljesen nyilvánvalóan, mert a külföldi kutatások is nagyon komolyan számolnak azzal, például a dán kollégák egész konkrét számításokat végeztek arra nézvést, hogy mondjuk az egészségbiztosítási kiadásokat milyen módon fogja érinteni azt, ha ők átállnak, mert hogy a dánok 2050-ig kormányzati célként határozták meg az átállást, tehát hogy ők azt nagyon komolyan számolhatják, hogy ebből ő nekik mondjuk milyen bevételei, hogy bocsánat, milyen kiadás csökkenésük származik mondjuk az egészségbiztosítás kapcsán, illetve milyen bevétel származik a technológia export kapcsán, mert nyilván ezt megint, hogy ők nem problémaként értelmezik, hanem ők ezt lehetőségként, hogy a technológia fejlesztésben ők élen járnak, és akkor az ő termékeiket fogják nyilván megvásárolni. És óriási potenciált látnak ebben. Már most is a szélturbina szektorban az egyik vezető területnek számítania, vagy a dán szakemberek nagyon keresettek, a dán tudás. Óriási bevételeik vannak, egész konkrétan a harmadik legfontosabb export tétel Dániában a szélenergetikával kapcsolatos technológia, és a jelenlegi bevételeknek kb. A 15-szörösét várják 2030-2040-ig. Tehát van egészen elképesztő növekedés, vagy bevétel növekedés, amivel itt számolnak. És még lehet sorolni azt, hogy ez a projekt szinten való gondolkodás, hogy akkor nézzük meg, hogy a kerítésen belül van az az 10 darab szélturbina, az akkor hogy, szóval ez egy zsákutca, ebben én egészen biztos vagyok. És egy másik dolog, hogy a megoldást kell keresni mindig, tehát az a hozzáállás, ami nagyon tipikus, hogy ez miért nem fog működni, azt felejtsük el, mert itt most már ténylegesen megoldásokat kell keresni, és a megoldások irányába kell lépéseket tenni. Most kicsit elbizonytalanodtam, mennyi időm van nekem még hátra. Gondoltam, hogy a közlekedés kapcsán bemutatnám nagyon röviden, hogy hogyan dolgoztunk mi, amikor ezt a modellezési munkát csináltuk. Megvizsgáltunk különböző, tehát mind a mellett, hogy feltérképeztük, hogy egyáltalán mik a lehetőségeink a forrás oldalon, azt is megnéztük, hogy a fogyasztás oldalon milyen tendenciák lehetségesek. Én pedig 5 éves bontásokban néztük meg azt, hogy most például a személyszállítás, de nyilván egy csomó más területet is vizsgáltunk, hogy a maga az aktivitás hogyan fog vizsgálni, és ugye mivel ez egy best case szenárió, vagyis hát ugye ideális helyzetet próbáltunk feltételezni, ugye azt látjuk, hogy itt a szürkével jelzett mezőig ez a valóság, tehát ez megtörtént, és innentől kezdve jön a mi elképzelésünk, tehát például a repülőgép esetén, hát itt még egy csökkenést szeretnénk, és hogy milyen mértékű, hogy milyen léptékű a csökkenés, ez megint nagyon érdekes, mert ez megint nem azt jelenti, hogy itt a középkorban kéne ugye visszamenni, és akkor mindenkinek lovas kocsival, vagy nem tudom, lóháton, vagy nem tudom, hogyan kéne közlekednie, hanem azt jelenti, hogy a 2000-es szintet ha 100%-nak tekintjük, akkor 2000-hez képest hát körülbelül csak egy 30%-kal kellene visszafognunk, mondjuk például a repülőgépes utazásainkat, ahhoz, hogy egy olyan szintre csökkenjen le, amit már megújuló energiával lehet valamilyen módon fedezni. Ugyanilyen csökkenést feltételeztünk itt most valamilyen, lehet, hogy már mindegy. Van ez a sötét kék, a legfősebb sötét kék az autóra vonatkozik. Az autó esetében is látunk egy csökkenést, tehát az autózási szokásainkból is változtatnunk kell, ezt egy kicsit vissza kell fogni. Ezernyi ügyes trükk van, hogy erre milyen módszerek vannak. Attila például, amikor írt nekem, hogy erről a konferenciáról mit is kéne nekem tudnom, akkor ő azt is írta, hogy és különben meg hány embert tudok én ide elhozni. Hát ez is egy borzasztó
lényeges, apróságnak tűnik, de ez egy borzasztó lényeges dolog, hogy igen, és a jövőben ezekre a kis nüanszi dolgokra is oda kell figyelni, mert hogy ezáltal lehet az autózás csökkentve. De ugye az se nullára van csökkentve, hanem a 2000-es szintnek a 60%-ára van csökkentve, és azt feltételezzük, hogy a közösségi közlekedés, a vasutat, ugye azt a 250%-ra emeljük, azzal, hogy mondjuk egy normális szolgáltatást teszünk le az asztalra, hogy nem olyan, hogy amilyen mondjuk Budapest és Esztergom 40 km-es, akkor másfél óra, mert akkor azt felejtsük el, mert akkor nem fognak az emberek átszokni. Vagy a hajózás kapcsán, ugye 200%, ez is nagyon érdekes, hogy a valóságban mi történt 2000 és 2010 között, hogy lezuhant a 30%-ára ez alatt a 10 év alatt a személyszállítása a hajózás, és hát ezt szeretném még följebb húzni. Tehát, hogy van egy ilyen... most ezt teljesen megvárt, köszönöm szépen. És hogy az energia fogyasztás egy adott utaskilométerre vetítve hogyan nézhet ki, ez ugye, na itt van borzasztóan a szükség például azokra a mérnöki ismeretekre, amikkel ezek valóban megvalósíthatók, és hát itt nyilvánvalóan a közlekedésben az egy óriási előrelépés, hogy a belső égésű motorokról lépésről lépésre egyszerűen elkerülhetetlen, hogy áttérjünk az elektromos közlekedésre, és itt a mi koncepciónk is tulajdonképpen ezt a fajta áttérést feltételezte. És hát itt van egy olyan ábra, ami ennek az egész rendszernek az összes energia felhasználását ábrázolja 2000 és 2050 között, és hát látható, hogy azt gondoljuk mi, hogy az energia felhasználás azt szépen, lehet radikálisan csökkenteni, oly módon, hogy ekközben mondjuk nem feltétlenül fogunk mind kevesebbet elmenni a hagyományhoz, csak legfeljebb nem autóval fogunk elmenni, hanem mondjuk egy normális vonattal, vagy egy normális jószolgáltatás összesítő busszal. Illetve a városi közlekedésben pedig nyilvánvalóan előtérbe kell, hogy kerüljön mondjuk az alternatív megoldás, mint mondjuk a kerékpár, és most már hála Istennek Magyarország is kezd kinyújni magát, de még a rendszerváltás idején még ilyen gyerekjáték szerepén volt az elkönyvben, a nagyobb közlekedés politikában. Most már azért egy kicsit előrébb vagyunk, de látható, hogy az elektromos meghajtás, ami mondjuk akár a hidrogén, akár pedig az akkumulátoros módszerek, illetve az, amiről azt gondoljuk, hogy előtérbe fog kerülni. És utolsó kép kockához jutottunk el, ami pedig az egész nagy rendszer egészére vonatkozó információt tartalmazza, arra nézés, hogy a megújuló energiák felhasználása az olyan 2010-hez képest 2050-re hogyan fog alakulni. Ez most nem a mennyiséget, hanem csak az arányokat mutatja, de az is nagyon elgondolkodtató, amit itt látunk, hogy ma a biomassa milyen borzasztó nagy mértékben dominál ebben a tekintetben, és hát a mi számításaink szerint 2040-re már megvalósítható akár a teljes átállás, 2050-re pedig egészen könnyűszerrel, tényleg kis odafigyeléssel, vagy mondjuk a regény csökkentés helyett más módon kellene a lakosságot támogatni, de most ebben nem szeretnénk belelenni. De lényeg az, hogy sokkal diverzebb szerkezet az, amit mi várunk, és igenis szerepet kapnak benne a szélturbinák, amikről nagyon sokan gondolják, hogy hát Magyarországon nem is fúj a szél, meg ugye még az EU-s tárgyalás, akkor ezt a hivatalos álláspontunk is így tartalmazta, hogy a Magyarországon ezt ne is számoljunk bele, mert ez nincsen, és ezért ne is akarjunk tőlünk az EU ilyen magas részarányt megújuló energiavonatára. Szóval igenis ezeket számítani lehet, és hát az összes többi tekintetében is bizony egy nagyfokú növekedésre van szükség. Hát nagyon jó halálában nehéz volt ezt elmondani, nyilván maradt egy csomó homályos pont, úgyhogy ha bárkinek bármiféle kérdése van, akkor azt örömmel megpróbálom, megválaszolni, meg tudom, mert ez egy másik kérdés. Nagyon vagyok a kuratóriumban, csak egyetlen egyet hiányolok. Magyarországnak
geotermikus energiával kapcsolatosan. Ez nem szerepel a látóhatáron, vagy ez direkt ki lett hagyva, mert ez nem kifizetődő. De ahogy tudom, Magyarország alatt is kb. 100 méterenként duplája a hőemelkedés, mint Európa más részén. És ez rendkívül fontos máskor. Persze szerencsére nem Izland vagyunk, de attól függetlenül ezt is ki lehet használni. Igen, olyannyira, ahogy ti is használjuk, de most már nem tudom ezeket a borzalmas színeket itt egymástól megkülönböztetni, de itt ezt mi oly módon szerepeltettük, hogy azt írtuk ide, hogy a környezeti hő. Tehát a környezeti hő, ami már egy kicsit tovább lépés a geotermiához képest, ami ugye csak a most nem is akarok ebbe belemenni, hogy mit értünk geotermiával, mert az aztán pláne kaotikus lenne, hogy ez most a talajt is beleértjük, vagy csak a 200 méternél, szóval, hogy mert hogy a talajra, miért mondjuk, hogy geotermia, mikor az napenergia eredetű, szóval hosszasan lehet ez most itt elemezni, de nem ez az érdekes, hanem az is az érdekes, hogy ezen túlmenően, hogy most talajhő vagy geotermikus, ezen túlmenően mi figyelembe vettük még a víztesteknek a potenciáját, hogy az is tartalmaz hő, és figyelembe vettük a levegő hőjét is, mert a között környezetünkben lévő levegőt is egyre inkább hasznosíthatjuk ezekkel az úgynevezett hőszivattyúkkal, ami képesek arra, hogy ide kirakunk három ilyen hőszivattyút, és akkor ezt az egész kastélyt, ezt gyönyörűen 18-20 fok közötti hőmérsékleten képesek lehet tartani egész télen. Tehát, hogy ezt ebben a környezeti hő kategóriában jelentettünk meg egyszerre az összesen. És óriási jelentősége lesz, pontosan azért, mert hogy két szempontból is, az egyik, hogy villamos energia alapon működnek ezek döntően, és a villamos energia az egy kulcs területe lesz a jövő energiagazdálkodásának, és nagyon jól lehet játszani a hőszivattyúkkal abban az értelemben, hogy a termeléshez lehet nagyon jól igazítani a hőszivattyú működtetését. Tehát, hogyha éppen fúj a szél, akkor szépen ezek a hőszivattyúk bekapcsolnak, megtermelik azt a bizonyos hőenergiát, amire szükség van. Egy nagy 300, 400, 500, 600 literes vagy akár még nagyobb tartályban ezt el tudjuk tárolni, és 2-3 napig ezzel tudjuk fűteni, amíg, nehogy Isten, a következő nagy dózis megkapja a rendszerben, akkor még jön egy nagy szél, vagy mit tudom én micsoda. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges eleme lesz a jövőben, hogy a fogyasztásunkat igazítsuk egy kicsit a lehetőségekhez. Tehát, hogy akkor kezdjenek el működni ezek, hogyha éppen süt a nap, vagy éppen fúj a szél, és hogyha meg nem, akkor lehet a biomasszát igénybe venni, vagy akkor lehet egyéb többi lehetőséget. Igen. Csak kiegészíteni, hogy mondasz, hogy a geotermiában ugye van Magyarország alatt egy akkora potenciál, hogy az egész energiaigényt fedezni lenne képes olyan mély fúrású technológiák, hogy lemegyünk mondjuk 1-2 kilométer mélyre, valami hűtőközeget lenyomunk, az ott gázzá alakul és följön megint, és abból gőzturbinát hajtunk meg. De ennek egyrészt óriási kockázatai vannak, létezik ilyen kőzetrepesztéses technológia, amikor ott lent, hát ilyen kvázi kicsi atomrobbantásokkal megrepesztjük a kőzetet, beinjektálunk folyadékot és felhozzuk, de ez kockázatos, másrészt irgalmatlan beruházás igényes. Tehát ezek egy ideig engem is foglalkoztat ez a téma, de nem reális, még a felszínhez közelebb levő termálvízes forrásoknak a nagymérő kiaknázása sem, mert az is túl nagy beruházás, ahol már van, és kőolaj próbafúrások okán találtak. Ugye ez a kiaknázása már gazdaságosági kérdés, de ahogy átrendezte az egész energiarendszert, az, hogy a napelemek ára elkezdett lefele menni,
ugye kikerült a képből az, hogy Afrika Szaharába termeljük napelemmel áramot, mert kiderült, hogy lehet, de már Európában is lehet és olcsóbban. És ezért az egész afrikai téma lekerült a napelemről. Ugyanez a geotermia is, tehát van egy óriási potenciál, csak nem biztos, hogy azzal kell foglalkozni, van egy csomó olcsóbb és a szomszédban hozzáférhető technológia, nem kell egy kilométerre menni érte. Igen, még egy csomó hulladék bűn is sajnos így a környezetbe került, tehát most éppen legutóbb egy olyan tanulmányt olvastam, ami azzal foglalkozott, hogy a Széchenyi fürdő Hévíz kutyaiból származó energiának, hát az derült, hogy kb. 90%-ban elveszik. Miközben hát ugye micsoda óriási lehetőség, megavatos léptékben jut ott a környezetbe az életbe. És én Attila Paks észrevétele még egy gondolatot elfelejtettem mondani, de lényeges, megtűnik, hogy beszélget, hogy én említettem ezt a háztartási kísérletet, ami otthon nálunk folyik, és hogy egyharmadára csökkentettük, ez azt is jelenti, hogy ezt az egyharmadnyi energiát viszont már könnyű szerre lehet megújuló energiaforrásokra fedezni. Tehát az most már nálunk évek óta megújuló, mondjuk, hogy 100%-ban megújuló energiával működik, ezt nyilván csak kerítésen belül értető, mert ugye nyilván a favágok, amikor kimennek a motoros fűrészen, azt nem tudom kontrollálni, hogy az erdőben mit csinálnak, de hogy a napelemekkel 100%-ban tudjuk a villamos energia igényünket, és megint persze az a kérdés, hogy hozzátartozik az igazsághoz, hogy nyilván nyáron mi vagyunk pluszban, télen meg vételezünk, de ha egy éves átlagot nézünk, akkor mondhatjuk, hogy elkárnak. És hogy ez ma már ténylegesen egy olyan befektetés, ami most azt gondolom, hogy abszolút nem ideális. Tehát ahhoz képest, hogy mi pénzt költenek mondjuk az emberek mondjuk egy autó vásárlására, hát ahhoz képest ez szóval ez nálunk például 1 millió forint alatti beruházás volt, ami azt gondolom, hogy teljesen, sőt 700 valahány ezer forint, hogyha most ez még fontos, hogy ezzel a 700 valahány ezer forinttal 100%-ban a villamos energiát lehet fedezni. Háztartási szinten. Kocsis Csaba vagyok, és két kérdés foglalkoztatja engem az energetikai szimatkörbe. Az egyik kérdés kell az, hogy mennyire lokális, vagy tehát mennyire elosztott rendszerekbe kell ilyenkor gondolkozni, vagy mennyire koncentrált szélerőműpart, naperőműpart, ami mondjuk kiszolgálja a jövőben a dolgokat, ez az egyik kör. És hogy mi van ezzel az egész megújuló dolga, ha valamilyen tiszta energiára találunk idézőjelben, most csak az egyik, amit mindenki talán el tud fogadni, a fúziós reaktorok jöjjenek létre, és akkor mondjuk adott nagy tömegbe energiát állítanak elő, akkor hogy fogunk ehhez a kérdéshez viszonyulni? Most ilyen nullponti energiát, vagy másról is akarok beszélni, de mi van akkor, ha egy más csatornán is tudunk energiát hozni a rendszerben, ami van mondjuk leginkább a napenergiával jön be a föld területére, hogy akkor megint, tehát kvázi, hogyha van egy energiabőség, mi lesz velünk, ha 10 év múlva egy energiabőség korszakára lépünk, bármilyen csatornán keresztül is jussunk ehhez hozzá, hogy fogja ez az egész miatt ma elgondolt életmódunkat keresztbe verni, amikor azt mondjuk, hogy egy alacsonyabb szinten is élhetjük az életünket komfortosan és jól, de hirtelen valaki ránk önti az energiabőséget. Nem fogunk-e akkor megint a fogyasztás hedonizmusába belekeveredni, vagy akkor oké, akkor minden van energia. Az első kérdés azonban teljesen nyilvánvaló, hogy igenis itt nagyon-nagyon lokális rendszerekben érdemes, én azt gondolom, gondolkodni. Tehát én nem vagyok híve egyáltalán azoknak a megoldásoknak, mint például ezek a napelem farmok, vagy erőművek, vagy nem tudom micsodák, amikor ugye értékes területeket áldozunk rá nagyon sokszor, nem mindig, de esetleg túlmunkó többségében zöld területeken hozzuk létre ezeket, miközben pedig a tetők ott vannak, és sokkal ideálisan telepen jól lenne, hát akkor minden háztartás
részt vehetne ebben a folyamatban, ugye ezzel ugye energia demokráciának is nevezünk, és amiből idáig még kihagytuk bennünket, de minket is követelni kell a jussunkra. A másik, hogy igen, ez egy érdekes felvetés, hogy mi lenne akkor, ha ezt ugye én azt gondolom, hogy legelőször 72-ben modellezték a római klubnak a szakértői, amikor ezt a növekedés határai című elemzésüket dolgozták éppen ki, és ott megvizsgáltak 12 modellt. A 12 modell különböző keretfeltételekkel vizsgálta, hogy mennyire lesz fenntartható ez a rendszer egy 2100-ig előre tekintő időszakaszban, és volt egy ilyen modell, amiben azt tételezték fel, szerintem a negyedik modell volt, most ebben nem vagyok biztos, hogy mi lenne, hogyha ez az egész erőforrás kérdés megoldódna, végtelen mennyiségben állnának rendelkezésre a vasérc, a szén, a mindenféle, amire csak szükségünk van, és akkor élhetnénk itt vidáman. És hát az derült ki, hogy ez a rendszer nem lenne fenntartható 2100-ig, mert hogy pontosan azért, mert elindulna ezeknek az erőforrásoknak az igénybevétele, de a történet másik oldala, ugye a kibocsátás oldala, az nem tudna ezzel lépést tartani, tehát egy olyan irdatlan környezeti terhelés következne be, amit nem lehet kezelni. Legalábbis azok szerint, a szakértők szerint, akik ezt 72-ben publikálták, és én is hajlok különben arra, az látszik, hogy ami most történik, az így nem fog működni, és az, hogy nem fog működni, az nem csak azért van, mert az erőforrás oldalon utok vannak, hanem azért is van, mert hogy a másik oldalon is. Most elég, ha csak arra utalok, hogy nagyon hozzáértő kollégák, amikor itt a nagy globális problémákat sorolják, akkor nem is a klímaváltozással szokták kezdeni, hanem sokkal inkább az ökológiai válsággal szokták kezdeni. Tehát, hogy egy sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebben kiszámítható és fordulatosan sérült egy rendszer, amiről nem tudjuk, hogy meddig fogja azt eltűrni, hogy folyamatosan nyomás alá helyezzük, és ugye vesszük, mert ugye kihalnak a fajok, azt tudjuk, hogy a faj kihalásnak most egy olyan elképesztő gyorsaságú folyamata zajlik, amit itt most ebben a szobában nem érzékelünk, de azok az ökológusok, akik meg a területen mozognak, azok ezt egyszerűen üledezve látják, hogy ebből az ökológiai rendszerből napi szinten tűnnek el a fajok, és ki tudja, hogy ez az ökológiai hálózat mikor fog összeomlani, nem tudjuk. Ők sem tudják különben. Akkor csak egy kérdésre. Tehát ezt azért gondolom, hogy bevethetőnek, mert ugye mai nap folyamán nagy időszakot értsünk, tehát a kék gazdaság fogalma, ugye ami azt mondja, hogy valahogy úgy építsük fel az egész gazdasági körforgást, hogy bármi ne termeljünk benne hulladékot, tehát valami mint kibocsátunk, az valami másra tesz majd az inputja, feldolgozunk, de ebben egy ilyen rendszerben igazából csak az energia a kérdés, ami ezt működteti. Kvázi, tehát hogyha lenne egy energiabőségünk, vihetnénk a fejlődést egy olyan irányba, hogy nincs kibocsátásunk, tehát nincs fölösleges anyagunk, azt valahova majd feldolgozunk, ez ugye csak energia kérdése, hogy átalakításokat vigyük. Tehát el lehetne képzelni mondjuk egy ilyen dolgot is, tehát nem kell nekünk mindig újabb meg újabb vasért, de nyilván valahol az elfogok és a fújkot be lehet tenni a rendszerben, hogy ez igazából csak energia kérdése. De én, tehát hogy az energián túl valószínűleg a gazdaság szervezés kérdés is, hogy tényleg van-e környezet terhelő kibocsátásunk, vagy azt is fel tudjuk valahol dolgozni. Jó, ez magamnak hangosítottam ki a gondolkodásokat. Igen, ez is elkerülhetetlen, teljesen nyilvánvaló, de én azt nem látom be, hogy miért kellene, tovább növeljük
a gazdaságnak a teljesítményét. Tehát ezt nem látom be, hogy miért kellene most még új energiák Tehát mondjuk itt van, és nem az energia a legfőbb kérdés. És akkor lesz inkább annak a modellnek a kidolgozása, de hogy valóban szennyezőkkel meg el kell valahova pakolni, miért nem lehet akkor a szennyezőket újból felhasználni, ahelyett, hogy a tengerbe üntjük meg, elássuk meg. Nem tudom, tehát hogy egy kicsit a gondolkodásunknak ebbe az irányba is kéne menni, amiben lehet, hogy a mai nap már lesz. Szóval arról, hogy amikor én elmegyek egy kis gazdaságba, akkor is ott ugye úgy próbálunk szervezni az életemet, hogy persze a zöld hulladékot külön kezelem, meg komposztálok és visszaforgatunk. Tehát tulajdonképpen ez az élet, hogy ugye ezt a körforgást sokkal jobban bemutatja, mint egy városi élet, ahol kidobtam a kukába, azt mondom, hogy abszolút egyetértek. Ezzel abszolút egyetértek, hogy ez elkerülhetetlen. Azzal vagyunk vitában, hogy szükség van nekünk többet energiára, akkor van, és még azzal is vitában vagyok, hogy az a bevezető gondolatok között hangzott el, hogy egy alacsonyabb szinten élünk, akkor, hogyha kevesebb energiát használunk. Tehát ez nem gondolom, hogy így van, mert hogy nem ennyi. Csak ugye most azt mondjuk, hogy ugyanazt a színvonalat, egy alacsonyabb energiát, mondjuk így, hogy egy ugyanolyan színvonalat, alacsonyabb energiával is igen, tartani. Csak hogy ma ezzel emellett lehet érvelni, viszont egy energia nyakon öntenek minket, akkor nem fogunk tudni ezzel érvelni. Igen. Akkor milyen racionális, vagy milyen módon lehet megfogni az embereket, hogy gondolkozzatok attól, mert orsón itt van, mert nem úgy kell beleérni. Igen. Egy kicsit szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy itt belátható időn belül, vagy egyáltalán van a bármilyen racionális lehetősége, hogy itt ez az olcsó energia korszak, vagy a fúzió, vagy nem tudom, micsoda bekövetkezik, és mert nem tudjuk egyáltalán azt, hogy ez most fizika korlátai súrolja ez a történet, de hogy aztán a hulladék oldalon ez mit jelent, én mindig nem tudjuk, de most egyre próbáljuk ezt létrehozni, vagy labor körülmények között, mert már talán lehet, hogy működik is, és már lehet, hogy több energiát produkálni, amit bele kell fektetni, de igazából szerintem még azt nem tudjuk, hogy de olyan az egészen biztos, tehát azon a nyakamat teszem, hogy olyan nincs, hogy az környezetterhelésmentes legyen. Minden emberi tevékenység valamilyen módon terheli a környezetet. Arra kell törekedni, hogy azokat a technológiákat próbáljuk előtérben tolni valahogy, és tulajdonképpen mi is erre tettünk kísérletet, hogy a meglévő technológiák közül azokat próbáltuk itt ebben a koncepcióban megjeleníteni, és ráadásul nehézséget az jelentette, hogy volt egy időszak a 2030 körül, amikor sajnos még túl sok volt az energiaigénye a rendszernek, ahhoz, hogy az csak fenntartható megoldásokkal lehessen kielégíteni. Tehát, hogy még ebben a koncepcióban is az van benne, hogy időlegesen egy 10-20 éves távlatban olyan megoldásokat is alkalmazni kellett, amiket aztán már 2050-re már ki tudtunk szedni belőle, mert hogy a hatékonyságot tudtuk oda csökkenteni. Tehát biztos, hogy a meg nem termelt energia a legjobb energia. Köszönöm szépen a türelmet!